Valóban szégyen az, ami az elmúlt időszakban a Honvédelmi Minisztérium és azoknak a háttérintézményeinél történt. Döbbenetesen hallhattuk, hogy összességében 45 rendbeli bűncselekmény gyanúja miatt történt feljelentés a legfőbb ügyésznél. Joggal gondolhatjuk ezáltal, hogy az érintett szervezeti egységek vezetői mélyen belemerültek a korrupciónak a mocsrába. Azt gondolom, hogy mindannyiunk nevében elmondhatjuk, hogy bízunk abban, hogy minél hamarabb, megnyugtató módon a jog útján rendeződnek ezek az ügyek, minél hamarabb bírósági jogerősítéletek születnek, és hogyha a jövőben a honvédségről hallunk, akkor azoknak a katonáknak a helytálló tevékenységéről hallunk pozitív beszámolókat, akik a világ számos pontján teljesítik kötelességüket. Köszönöm a szót! Tisztelt Országgyűlés! Kalmár Ferenc, a KDNP képviselője interpellációt nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Miniszterhez az egykori MHS székház zűrös ügyei Szegeden címmel. Kalmár Ferenc képviselő urat illeti a szó. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt államtitkár úr! Az első Orbán kormány egyik kiemelkedő döntése volt, hogy támogassa a helyi civil kezdeményezéseket. Pályázatokon a nemzeti vagyonból működésükhöz ingatlanokat biztosított. Ez történt Szegeden is, de a kiválasztott épület az egykori MHS székháza volt, ami 16 civil szervezet kapott meg 15 éves elidegenítési tilalommal. Az akkori kincstári vagyoni igazgatóság is ott székelt, s a házat az imár nem tulajdonosként ott lakó és működő, de a KVI különös bizalmát élvező Viktória Autós Iskola Kft. Üzemeltethette továbbra is. Világos pénzügyi elszámolások nélkül borsos áron sarcolta a tulajdonos civileket és az államot. A furcsa, fiktívnek tűnő ingatlan cseréjével egyre nagyobb tulajdonossá vált, a civil szervezeteket gyakorlatilag mafia módszerekkel elűzve. A Viktória Kft. Tulajdonosi köre, valamint a Tiszabusz Kft. Már a közel 40%-os tulajdoni hányadik kapta meg a távozottak javait a civileknek fenntartott ingatlanban. Az MNV ZRT helyi szervezete tudott ezekről a problémákról. A felsőbb vezetés nem tett semmit az irreálisan magas közös költségek ellen, a működési mód törvényességének helyreállításáért, valamint hozzájárult a javak kétes körülmények közötti elidegenítéséhez. A civilek számtalanszor felhívták erre a figyelmet, de a vagyonkezelő képviselői a tulajdonosi gyűléseken minden esetben a civil szervezetek ellen szavaztak. A ház közös ingatlan vagyona furcsa és vélhetően szabálytalan körülmények között vándorolt a két vállalathoz, így a társasházi vagyonvesztés mára már 100 milliós nagyságrendet is elérhet. Látszik egy esetleges végkifejlet is. A milliárdos értékű irodaingatlan volt MHSS csapat érdekeltségi köréhez vándorol vissza. Az adásvételi szerződések felülvizsgálata, a jogszabályokat sértő tulajdonszerzésre irányuló szerződések megsemmisítése, a nemzeti vagyon visszaszerzése, a tartozások behajtása még nem indult meg. A vagyonkezelő vélhetően érintett a vagyonvesztésbe, így kérjük a ház ügyeinek, tulajdonváltozásainak kivizsgálását. Közös érdekünk tisztán látni és egyenesbe hozni ezen civil központ működését és tulajdoni viszonyait. Várom megtisztelő válaszát. Köszönöm szépen. Megadom a szót Fónagy János államtitkár úrnak. Köszönöm, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Bonyolult a kérdés, bonyolult a válasz is. Ahogy ön is említette, az állami tulajdonú szegedi egykori MHS székház a kincstári vagyonigazgatóság kezelésébe volt. A társadalmi szervezetek által használt állami tulajdonú ingatlanok jogi helyzetének rendezéséről szóló 1997 évi 142-es törvény hatályba lépésével a különböző társadalmi szervek tulajdonrészt kaptak az ingatlanba. A tulajdonosok egymáshoz való viszonyát, ahogy erre több példát látunk, azonban feljelentések, elmérgesedett kapcsolatok jellemezték, melynek gyökerei a társasház megalakulását megelőző időszakra nyúlnak vissza. E helyzet megoldására a KVI támogatásával
a civil szervezetek bizalmát élvező közös képviselőt választottak, ahogy jelöltjük lett a Társaság Számvizsgáló Bizottságának elnöke is. A korábbi éveket jellemző békétlenség, bizalmatlanság azonban megmaradt az épület falai között, amelynek egyik következményeként több tulajdonostárs, köztük civil szervezetek is jelentős közös költségtartozást halmoztak fel. A hátralékok az épület üzemeltetését veszélyeztették, az állami szereplő gyors segítsége nélkül az épület közműszolgáltatások nélkül maradt volna. A kialakult rendkívül bonyolult helyzetet jól jellemzi, hogy az a peres eljárás, amelyben egyes közgyűlési határozatokat támadott meg egy tulajdonostárs, éppen a felperes távolmaradása miatt szűnt meg. Ugyanezen tulajdonostárs által peres eljárásban ugyan meg nem támadott, de egyébként sérelmezett más határozatokkal sem más tulajdonostárs, sem a számvizsgáló bizottság nem támadta meg. A szegedi rendőrkapitányságon ezen ügyekbe folytató büntető eljárást bűncselekmény hiában megszüntették. Eredménytelenül zárult az APEC délalföldi regionális igazgatóság etárkönyvbe tartott vizsgálata is. Időközben a közös képviselője lemondott. Utódját a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT javaslatára a lehető legszélesebb körű támogatottság érdekében közösen felállított, reális ismérvek alapján pályázat útján választották ki. Az MNV ZRT a bizalom helyreállítása érdekében arra is javaslatot tett, hogy a tulajdonostársa könyvvizsgáló gazdasági szakemberek bevonásával tisztázzák a közösség életét mérgező vádak megalapozottságát, dolgozzanak intézkedési tervek. E kezdeményezést azonban éppen a civil szervezetek egy része nem támogatta. Az MNV ZRT tehát az elmondottak alapján tett erőfeszítéseket a problémák megoldására, a civil szervezetek panaszába foglalt állításokat megvizsgálta, a vizsgálata már részletezett tényeket tárta fel. A Viktória Autós Iskola Kft. És a Tiszabusz Kft. Tulajdonszerzése kapcsán arról tudom tájékoztatni, hogy a Viktória Kft., illetve az érdekeltségi körébe tartozó Kulturált Közlekedésért Alapítvány adásvételjogcímén, egy esetben cserejogcímén, a Tiszabusz Kft. Pedig adásvételjogcímén szerzett további albetéteket az ingatlanba. Remélhetőleg az új közös képviselő választása és az újraválasztott számvizsgáló bizottság biztosítani tudja, hogy a társasháza jövőben személyeskedésektől mentesen valamennyi tulajdonostárs jogos érdekeinek tiszteletbe tartásával eredményesen működjön. Ehhez azonban az MNV ZRT, amely szervezet csak egy a társasházi tulajdonosok között, erőfeszítései nem elegendőek, ahhoz minden tulajdonostárs segítő hozzájárulása szükséges. Ehhez kérem képviselő úr támogatását is, és amelynek első lépése válaszom elfogadása. Köszönöm szépen! Megkérdezem képviselőt, elfogadja-e a választ? A tapsol úgy ítélem meg, igen, de egy percben lehetőség van kifejteni. Igen. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! Köszönöm szépen ezt a kimerítő választ. Ez valamelyest tisztítja azt a képet, ami a városba kialakult erről a házról. És hát megmondom őszintén, hogy a félelmünk a jobboldali képviselőknek, jobboldali politikai elitnek a félelme az, hogy ez a ház, ami milliárdos értékű, nehogy egy bizonyos érdekcsoportnak a kezébe kerüljön különböző fondorlatokkal, és aztán olcsón privatizálva, tovább eladva, aztán nagy haszonra tegyenek szert. De lényeg az, hogy ez a ház a civil társadalmat kellene, hogy szolgálja. És a továbbiakban is kell, hogy szolgálja. Minden segítséget mi is meg fogunk adni a helyi képviselők ennek érdekébe. A válaszát államtitkár úrnak elfogadom. Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés! Seyring Gábor, az LMP képviselője interpellációt nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Miniszterhez. Zárolások, mire nem jut pénz az elszámolt költségvetés miatt címmel. Seyring Gábor képviselőt illeti a szó. Köszönöm szépen. Ezúttal is köszönjük a minisztériumnak, hogy részletesen elmondták, hogyan érintik a minisztériumot a februári zárolások. Sajnos Matolcsi György a mai napig nem tudja, hogy az ő minisztériumában pontosan hogyan néznek ki a megszorítások. A megszorítások, amelyekre kizárólag a kormány hibás adópolitikája miatt van szükség.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium elvonásainak sorából kiemelkedik az útpénztár, mely állami támogatásának negyedét, teljes költségvetésének 11%-át veszik el, mintegy 9,6 milliárd forintot. Ha egy közösség, legyen az család, falu vagy ország, megszorul anyagilag, akkor elsősorban a fejlesztésre szánt összegeket csökkenti, viszont teljesen logikusan ragaszkodik a fenntartásra, az alapfunkciók ellátásához. Ha már a meglévő infrastruktúra fenntartására sincsen pénz, akkor nagyon nagy baj van. Akkor az erre épülő gazdasági és társadalmi tevékenységek minősége is romlik. Különösen igaz ez az ország legelmaradottabb térségeire. A közúthálózat minősége, különösen az alsóbrendi utak minősége, mint ahogy ezt az LMP programjában is megfogalmazta, kritikus fontosságú a vidék fejlődése szempontjából. Ha az út járhatatlan, vagy tönkreteszi a járműveket, az a munkába járás lehetetleníti el. A vidék teljes leszakadásának megakadályozásában, gazdaságának fejlesztésében tehát egyszerűen elengedhetetlen a jó minőségű közút hálózat fenntartása. Minden más csak ezután következhetne, például a gyorsforgalmi utak fejlesztése, aminek az 5,2 milliárdja viszont nem csökkent. Az útpénztáron kívül van még egy igen fájó pont az elvonásokban. A lakóépületek felújításából 630 millió elvonása. Minden alkalommal elmondjuk, hogy nincs ma jobb befektetés, mint az energiahatékonysági épület felújítása. Tisztelt miniszter úr, Ausztriában évi 100 millió euró, azaz 27 milliárd forint állami támogatás 7000 új munkahelyet hozott létre. Ez arányában kétszer annyi, mint amit az Audi támogatása képes. És akkor az energiaimport csökkentését nem is vettük figyelembe, ami valóban javítja energetikai függetlenségünket, szemben a MOL paket megvásárlásával, ami a fenti számok alapján 130 ezer új munkahelyet teremtetett volna. Miniszter úr, mindezek alapján két kérdésem volna. Ön szerint milyen hatása lesz az útpénztár 10 milliárdos csökkentésének? Nem fenyegete az a veszély, hogy éppen az alsóbrendű utak felújítása marad el, ami elmaradott vidéki térségek további leszakadását okozhatja, és szándékukban áll kompenzálni az épület felújításokból történt elvonásokat. Köszönöm szépen! Megadom a szót Fónagy János államtitkár úrnak. Köszönöm, elnök úr! Tisztelt képviselőtársaim, tisztelt képviselő úr! A stratégiai tartalékképzés az előre nem látható külső gazdasági eseményektől védi az országot. A stabilitási alapot csak akkor használhatja fel a kormány, ha lehetséges kockázatok valódi gondot okoznak. Ha az elkülönített keretet mégsem kell igénybe venni, az az év végén visszakerül a költségvetésbe. Az útpénztárba fennmaradó forrásmennyiség a legszükségesebb állami alapfeladatok ellátását biztosítja, annak veszélyeztetése nélkül az országos közúthálózaton, mivel a zárolás döntően a felhalmozási kiadásokat érinti. Az útpénztár előirányzatból megvalósuló felújítások és fejlesztések teljes körű felülvizsgálata és szükség szerinti átütemezése megtörtént. Elsődleges szempont volt az országos közúthálózat működőképességének és balesetmentes közlekedés feltételeinek a garantálása, a felújítás területén az olcsóbb technológiák, műszaki megoldások alkalmazásával a lehető legnagyobb felületen történő beavatkozás. A közút fenntartásban minden okos megoldással, hatékony üzemeltetéssel megtakarítható fillérnek helye van. Az útállapotok tartós rendezése, az értékvesztés fokozatos felszámolása, a használatarányos díszedéstől várt többletforrások felhasználásával 2013 után kezdődhet meg. Egyetértek képviselő úrral abban, hogy az épületek energetikai korszerűsítése, a gazdasági növekedés, a munkahelyteremtés és a CO2 kibocsátás csökkentésének szempontjából is kiemelt jelentőséggel bír. A kormány elkötelezett az energiahatékonyság javítása mellett, már az elmúlt egy évben is összességében több 10 milliárd forintot fordított e célra. A zöld beruházási rendszer panel alprogram első szakasza keretében idén több mint 7,8 milliárd forintot fizettünk ki a pályázók részére.
További, mintegy 6,5 milliárd forint támogatás utalható ki az év hátralévő felében a megvalósuló beruházások ütemének megfelelően. A zöld beruházási rendszer panel alprogram második szakaszában 2011-ben 228 lakóközösség számára ítéltek meg támogatást, összesen több mint 13 milliárd forint összegben. Az EBR klímabarát otthon energiahatékonysági alprogram 2010. októberében lezárult kiírására benyújtott pályázatok közül már 1055 család részére 1 milliárd 670 millió forintot ítéltek meg lakásfelújításra. Az alprogram keretében várhatóan még júniusban döntés születik további 300 millió támogatás megítéléséről. A közeljövőben várható további pályázati konstrukció kiírása az új Széchenyi terv zöld beruházási rendszer keretén belül közel 4,5 milliárd forint keretösszeggel. Az új Széchenyi terv KEOP 4.9 konstrukcióján belül az épületek komplex energetikai korszerűsítéséhez igényelhető támogatást a kis- és középvállalkozások, az önkormányzatok, utóbbiak esetében kimagasló 85%-os támogatási intenzitással. Válaszomból remélhetően mind a ház, mind képviselő úr számára kiderül, hogy mind a két célra természetesen hasznosan lehetne több pénzt elkölteni, de a legszükségesebb feladatokra a források rendelkezésre állnak, úgyhogy képviselő úr aggályai megalapozatlanok. Köszönöm a figyelmüket. Megkérdezem, képviselő úr, elfogadja az államtitkár úr válaszát? Nem áll módonban elfogadni a választ. Mindenesetre örülök neki, hogy legalább néhány alapelben egyet értettünk. Újra kiderült, hogy egyetértünk a tekintetben, hogy az energetikai célú épület felújítások mennyire fontosak, csak éppenséggel azt nem értem, hogy miért nem történik gyakorlatilag semmi. Miközben az építőipar gyakorlatilag teljes egészében pang. És szeretném felhívni újra a figyelmét arra, hogy Ausztriában 27 milliárd forintot költöttek energetikai célú épület felújításokra, ezzel 7000 új munkahelyet teremtettek. Az önök kiszórtak az ablakon 500 milliárd forintot a MOL részvénypaketjeinek megvásárlására, ezzel 130 ezer új munkahelyet lehetett volna létrehozni a zöld épület felújítások révén. Szóval nagyságrendileg ez a helyzet, ezért nem áll módonban elfogadni a válaszát, és zárásként pedig arra hívnám fel a figyelmét, hogy a minisztere szerint a zárolások véglegese, nem pedig átmenetiek, tehát csekély lehetőség lesz arra, hogy ezt majd újra elköltsék. Köszönöm szépen. Mivel a képviselő úr nem fogadta el a választ, kérem a tisztelt országgyűlést, elfogadja-e az államtitkár úr válaszát. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés 190 igen, 88 nem, 0 tartózkodó szavazattal az államtitkári választ elfogadta. Tisztelt országgyűlés, Tukacs István, az MSZP képviselője, interpellációt nyújtott be a nemzetgazdasági miniszterhez pótköltségvetés vagy államháztartási törvénymódosítás címmel. Képviselő úr, öné a szó. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt államtitkár úr, arról a pénzről szeretnék beszélni, amelyről ön is beszélt egyik előző hozzászólásában, a magánnyugdíj pénztárak vagyonáról, annak a sorsáról és a következményekről. Ön persze úgy fogalmazott, hogy megnyitották a lehetőséget arra, hogy visszatérjenek a tagok az állami nyugdíjrendszerbe. Nos, ez egy udvarias fogalmazás, államtitkár úr, és mielőtt memóriájuk azt eredményezni, hogy azt állítják, hogy magánnyugdíjpénztári tagok százezrei törték rá a kormányra az ajtót, hogy visszamehessenek az állami rendszerbe, szeretnék néhány dolgot leszögezni. Önök zsarolással, törvényi és adminisztratív eszközökkel visszakényszerítettek 2 millió 900 ezer embert az állami nyugdíjrendszerbe. A vagyont elvették, közben azt állították, hogy ennek nincs hozama, kiderült, hogy van. Ezt a vagyont egy alapba akarják helyezni, jó részét költségvetési célokra akarják felhasználni, melyek egyenlőre nem körvonalazottak. Visszatérnék egy kicsit a hozamra, államtitkár úr, fontos körülmény. Ideológiául azt szolgált,
hogy bizony nincs hozam, ezek a pénztárak úgymond eltőzsdézik ezt a vagyont. Most kiderült, hogy van mintegy 300 milliárdnyi, éppen arról kellene intézkedni, hogy hogyan kaphassák meg ezt azok az emberek, akik erre igényt tartanak. Mi hát az igazság, volt hozam, nem volt hozam. De a fontosabb kérdés az, államtitkár úr, hogy vajon mi lesz ennek a pénznek a sorsa? Mert hogy önök ebből az alapból költségvetési célokat is óhajtanak finanszírozni 2 vagy 3 évig. Ugyanakkor azok a hírek érkeznek az Európai Bizottságtól, hogy bizony ezt a pénzt nem lehet 2-3 évig elszámolni évente, ezt bizony az adott évben kell elszámolni, és ez súlyos költségvetési következményekkel fog járni. Egyfelől természetesen azzal, hogy pótköltségvetést kell készíteni. Államtitkár úr, a kérdésem az, hogy vajon milyen állapotban van ez a pótköltségvetés, hogyha készül már? Vagy pedig milyen eszközökkel kívánják azt elérni, hogy megfelelő, szabályos és törvényes elszámolás legyen. Ha azonban az az igaz, hogy ezt a pénzt az adott költségvetésében el kell számolni, akkor vajon mire való az alap? Szívesen vennék tájékoztatást arról, hogy hogyan fog ez működni és miért van. És végül arra is szeretnék választ kapni, államtitkár úr, hogy vajon ezt az eljárást tisztességesnek tartja-e? Tisztességesnek tartja, hogy embereket oda átkényszerítettek, vagyonukat elvették, pénzüket meg nem határozott költségvetési célokra használják, és közben úgy tesznek, mintha ez a lehető legnormálisabb dolog lenne. Államtitkár úr, nem normális, nem tisztességes, nem szabályos. Kérdésem tehát az, hogy pótköltségvetés ügyben a kormány mit kíván tenni. Elnök úr, köszönöm a lehetőséget. Megadom a szót Séfalvai Zoltán államtitkár úrnak. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Nem mennék bele minden részletébe ennek a vitának, mert ez már egyszer lezajlott itt a parlament falai között. Arra válaszolnék, amit kérdezett, hogy mi lesz azzal a vagyonnal, amelyik a nyugdíjreform és adósságcsökkentő alapba kerül, a kormány és a parlament döntése és tervei szerint is. Ezek az állam adósságot csökkentik. És ennek meg is van a logikája, hogy miért, hiszen azért az állam adósságnak az a gyors növekedése, ami lezajlott az önök kormányzása idején, annak egyik oka éppen ez a második pillér, amelyik, ahogy már korábban is említettem, éves szinten a GDP közel 1,3-1,5%-ának megfelelő hiányt ütött a költségvetésen, és nyilvánvalóan az éves hiányok halmozódása hozzájárul az állam adóssághoz. Ebből következően úgy gondolom logikus teljességgel, hogy az így visszakerülő vagyon az állam adósság csökkentésére használjuk fel. Nos, ami pedig pótköltségvetés készítésének szükségességét érinti, nincs szükség pótköltségvetésre. A költségvetés az egyértelműen szabályozza azt, hogy mi történik ezzel a visszakerülő vagyonnal. Azért, hogy tisztán lehessen látni ennek folyását és ennek az egész rendszerét, a költségvetés létrehozott egy nyugdíjreform és adósság csökkentő alapot. Azzal számolunk egyébként, hogy a visszatérőket megillető járandóságok kifizetése után a GDP mintegy 7,2%-át kitevő nettó bevétel érkezik, amíg teljes egészében egyébként a statisztikai vagy az unió statisztika szerinti Maastrichti egyenlegmutatót javítja. De ahogy említettem, a nemzeti költségvetési elszámolásokban nem kell követni ezt a módszertant, ilyen uniós és magyar előírás nincs, és éppen ezért nincs is szükség pótköltségvetés készítésére. Annak érdekében viszont, hogy tisztán lássuk ezeknek a pénzügyi folyamatoknak a menetét, ennek érdekében létrejött a nyugdíjreform és adósság csökkentő alap. Hogy mi történik ebben az évben, ez szerintem teljesen világos és a költségvetésből kiolvasható. A 2011 évi költségvetési törvény összesen 528,8 milliárd forintot fordít a nyugdíjreform és adósság csökkentő alapba átkerülő vagyonból a társadalombiztosítási kassa idei egyensúlyának biztosítására. A kormány az idén ezen túlmenően semmit nem kíván költségvetési feladatok finanszírozására fordítani a nyugdíjreform és adósságcsökkentő alapba átkerülő vagyonból. Ezért a magány nyugdíjpénztárakból átkerülő vagyonelemek elszámolása miatt nem kell a költségvetési törvény módosítani. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, kérem válaszom elfogadását. Megkérdezem, Tukacs István képviselő urat, elfogadja-e a választ?
Köszönöm a szót, elnök úr. Államtitkár úr, több okból nem fogadom el a válaszát. Először is azért, mert nem tájékoztatja a parlamentet és képviselőtársainkat minden körülményről. Például arról, hogyha lett volna türelmük kivárni ennek a magánnyugdíjpénztári rendszernek a működését, akkor azok az emberek, akik magánnyugdíjpénztárból részesednek majd, tehermentesítették volna a költségvetést abban az időben. Tehát nem megterhelték volna, tehermentesítették volna. A másik tétel, amit el kell számolni az adott évi költségvetésben, azt el kell számolni. Ha el kell számolni mintegy 3000 milliárdnyi nyugdíjvagyont, akkor azt el kell számolni benne. Ezért tehát úgy gondolom, hogy ez a szegény sorsüldözött költségvetésnek, amelyből már 250 milliárdot zárolni kellett, amelyen már ütöttek számtalan lyukat a különféle kalandor gazdaságpolitikai intézkedéseikkel, úgy gondolom, hogy illő lenne a parlament elé tárni, valóságos helyzetben pótköltségvetést készíteni, és elmondani, hogy hogyan működik ez az egész. Tisztelt elnök úr, a választ nem fogadom el. Köszönöm szépen a lehetőséget. Kérdezem az országgyűlés, elfogadja-e az államtitkár úr válaszát? Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés 181 igen, 96 nem, 0 tartózkodó szavazattal az államtitkári választ elfogadta. Tisztelt országgyűlés, Józsa István, az MSZP képviselője interpellációt nyújtott be a nemzetgazdasági miniszterhez, győztek a bankok címmel. Józsa István képviselőt illeti a szó. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Ma egy hete, hogy a miniszterelnök győzelemként bejelentette, hogy a devizahitelesek megsegítésére 5 pontban megállapodott a bankokkal, pont egy évvel azután, hogy itt a pulpituson a 29 pont keretében megígérte a Nemzeti Eszközkezelőnek a létrehozását, felállítását. Hát ezt azóta 7-szer jelentették be különböző magas színen, hogy fel fogják állítani. Hát majd kíváncsiak leszünk, hogy a törvény előkészítést követően mikor fog ez ténylegesen felállni. Bejelentették, hogy az eszközkezelő mellett lesz mesterséges árfolyam 180 forint per svájci frankba, ami számítások szerint 271 forintos törlesztést jelent 2015 után annak, aki véletlenül ezt találná választani. Úgyhogy nagyon meggondolandó, hogy mennyit ér ez a 180 forint. Ami viszont biztos, hogy júliustól feloldja a kormány az árverezési moratóriumot, tehát kilakoltatások lesznek ezrével. Ez a segítés? Kinek a segítése ez, tisztelt államtitkár úr? Egy év halogatás után, nézzük át, hogy mit tett a Fidesz kormánya devizahitelesekért. Hibás gazdaságpolitikával, elhamarkodott nyilatkozatokkal sikerült háromszor bedönteniük a forint árfolyamát. Ez 2010-ben 974 milliárd forintos többletkiadást jelent a devizahitelesőknek. Az adósságállomány 19%-ával sikerült megnövelni mindenkinek, nem csak azoknak, akiket most önök megsegítenek. A hibás különadók révén most olyan pozícióba kerültek, hogy semmiféle megállapodásra nincs lehetőségük a bankokkal. Tehát ez az 5 pont igazából azt jelenti, hogy minden teljesül, ami a bankokat védi, és semmi, ami a hiteleseket. Megvédték, azt mondják, a nyugdíjasokat is. Erre egy külön kormánybiztosságot hoztak létre. Hát nagyon megvédték, 3000 milliárdot államosították, és most arról van hír, hogy mintegy 50 000 nyugdíjasnak a járandóságát akarják csökkenteni. Kérdezem, hogy az eszköztelen eszközkezelő megtervezése közben észrevették-e már, hogy a gyakorlatilag mindenkivel és mindennel küzdelmet folytató Orbán kormány megint egy átmeneti és csak a bankoknak előnyt jelentő megállapodást kötött. Maradt-e pénz a kasszában a mólra kifizetett 500 milliárd után, hogy az eszközkezelőbe eszköz is legyen, és lesz-e önök szerint egy működő szervezet, ami nem csak ígéret marad, hanem ténylegesen segítséget nyújt a devizahiteleseknek? Várom megtisztelő válaszát.
Megadom a szót Séfalvai Zoltán államtitkár úrnak. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Csak nagyon halkan és nagyon tiszteletteljesen kérdezem, hol voltak önök 2003-ban, 2004-ben, 2005-ben,